Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Twitter oldalán tett közi egy videót, amelyen az látható, hogy társasházba csapódik egy orosz rakéta Zaporizsában. Jelenleg lakó negyedeket lőnek, ahol egyszerű emberek is gyerekek élnek. Ez nem lehet csak egy átlagos nap sem Ukrajnában, sem máshol a világon. Írja a bejegyzésben, hozzátéve, a világnak nagyobb egységre és elszántságra van szüksége, hogy gyorsabban legyőzzék az orosz terrort és megvédjék az életeket. Háromnapos oroszországi állami látogatását befejezve a kínai elnök ünnepélyes búcsúztatása után szerdán hazautazott. Xi Jinping újraválasztása után tett első külföldi látogatásán vendéglátójával Vladimir Putyin orosz elnökkel a két ország közötti stratégiai partnerség szorosabbra fűzésében állapodott meg. A két államfő elsősorban az erősebb gazdasági együttműködésre vonatkozó 2030-ig szóló széleskörű megállapodásokat írt alá. Oroszország a nyugati szankciók miatt több elektrotechnikai eszközt fog kapni Kínától, míg az energiában szegény Peking több gázra és kőolajra számíthat kedvező áron orosz partnerétől. Az amerikai dollár gyengítése érdekében a két ország a fizetési forgalmat Yuanra és Rubára állítja át. Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatban Putyin méltatta Kína 12 pontos béketervét. Szí tárgyalásokat szorgalmazott a szemben álló felek között. A kínai elnök viszontlátogatásra hívta meg orosz hivatali partnerét. Volodymyr Zelenszky elnök a Donetsk megyében tett munkalátogatása során megtekintette az ukrán védők előretolt állásait Bakmutnál, számolt be az elnöki hivatal. A tájékoztatás szerint Zelenszky jelentéseket hallgatott meg a hadműveleti helyzetről és a harcok menetéről a frontvonalon. Az elnök elbeszélgetett a katonákkal és megköszönte Ukrajna védelmét. Megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, hazánk keleti részén, Donbászban, és kitüntethetem a hőseinket, köszönetet mondhatok nekik, és kezet foghatok velük. Köszönöm, hogy megvédték az államot, a szuverenitást és kelet-ukrajnát, mondta el az államfő. Az esemény résztvevői egy perces néma csendet tisztelegtek az elesett katonák emléke előtt. Zelenszky állami kitüntetéseket is átadott a védőknek. Arancsillag rendel tüntette ki Illa századost, tüzérszázadost, aki az Ukrajna hőse címet is megkapta. Ő 2022. február 24-től vesz részt az Orosz Föderáció fegyveres agressziójával szembeli ellenállásban. A hős közvetlenül irányította a páncéltörő ütegeket a Szumi megyei Trosztyanec felszabadítása során, és részt vett az ellenség feltartóztatásában Izjumnál. A vezetése alatt álló egységek Verhun személyes részvételével nagy mennyiségű orosz hadifelszerelést semmisítettek meg. A Nemzetközi Valuta Alap közölte, hogy megállapodást kötöttek Ukrajnával, aminek értelmében négy év alatt összesen 15,6 milliárdot adnak kölcsön az országnak. Először januárban a Bloomberg írt részletesen arról, hogy az IMF ezzel a csomaggal is segítheti Ukrajnát. Az IMF most közölte, hogy tető alá hozták a megállapodást, de az egyességet még a valuta alap vezetőségének jóvá kell hagynia. Ez utóbbi a The Guardian szerint a következő hetekben megtörténhet. Az IMF egyik tisztviselője azt írta, a csomag célja az, hogy Ukrajna megőrizze a gazdasági és pénzügyi stabilitását a háború közepette is, hogy a későbbiekben fizetni tudják az adósságaikat, és hogy segítség az ország újraépítését a háború utáni időszakban, az EU csatlakozáshoz közeledve. A 15,6 dolláros összeggel ez lehet az eddigi legnagyobb kölcsön, amelyet az IMF egy hadviselő országnak ad. A programhoz az előző héten az IMF-nek egy belső szabályozást is módosítania kellett, mivel annak értelmében nem adhattak volna kölcsönt olyan országnak, ahol nagy a bizonytalanság.